Egy újabb csodálatos SpaceX indításon vagyunk túl. Január 15-én este indult útjára az a Falcon Heavy rakéta, aminek indítását mi is élőben közvetítettük a csatornán. Az indításról és a visszatérésről valós idejű, vágatlan videót tett közzé nemrég az Astronomy Live YouTube csatorna. A videó elején remekül látható, hogy a két oldalsó fokozat jóval nagyobb teljesítménnyel üzemel, hogy az indítás első szakaszában azoké legyen a főszerep. Így a leválás után több üzemanyag marad a középső fokozatban, ami tovább gyorsíthatja majd a szerkezetet. A két oldalsó gyorsító fokozat 2 perc 30 másodpercig üzemel. Ennyi idő alatt a teljes szerkezet közel 6000 km per órás sebességre gyorsul, és majdnem eléri a 60 kilométeres magasságot. Itt is jól megfigyelhető, hogy ahogy a rakéta egyre magasabb légköri rétegekbe jut, az egyre ritkább atmoszférában a hajtóművek lángcsóvái úgy nyílnak ki folyamatosan, mint egy virág szirmai. A leválás előtti pillanatokban a két oldalsó gyorsító leáll, majd mindkét egység oldalirányban távozik a szerkezet közeléből. A fúvókák segítségével megfordulnak, majd vízszintesen, de orral a kiinduló pont felé újra begyújtják a hajtóműveiket. Ezután szabad esésben közelítenek a floridai partokhoz. Zuhanásukat a nitrogéngázzal működő fúvókák segítségével pozícionálják, amiknek kiáramló csóváit megvilágítják a lenyugó napsugarai. Bár a videón nem látható, időközben a középső magfokozat is kiürült, így az is levált a szerkezetről, hogy annak tömegét már ne vonszolja magával a rakéta.
A második fokozat ezekben a percekben is tovább gyorsítja hasznos terhét a kijelölt pálya felé, de a visszatérő gyorsító fokozat sokkal látványosabb mutatványra készül. A közel függőlegesen zuhanó fokozatok körülbelül 35 km-es magasságban gyújtják be újra a hajtóműveiket a lassításhoz. Először csak a középső hajtómű, majd a mellette lévő kettő is csatlakozik a művelethez. Az egyre sűrűsödő légkörbe érve a fokozatot a légellenállás tovább lassítja. Majd körülbelül 1 kilométerre a felszín felett indul az utolsó fázis, amikor már csak egyetlen hajtóművet gyújtanak be a közel teljesen kiürült szerkezet megállításához. Végül mindkét fokozat épségben érkezik vissza a felszínre egy csodálatosan megtervezett, alig 8 perces utazás után. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.